A Tolna megyei önkormányzat Vára megye elnevezési programja kettős célt szolgál. Amellett, hogy a települések felmutathatják kulturális értékeiket, számos lehetőség nyílik a térségi és megyei együttműködés erősítésére, az információs kapcsolatok szélesítésére, megerősítésére. Ez az egyetlen olyan alkalom az évben, ahol kötetlen formában lehet arról beszélni, milyen elképzeléseik, terveik vannak az önkormányzatoknak, és azok megvalósítása milyen módon történhet meg. Én nagyon büszke vagyok erre a rendezvényünkre, erre az eseményünkre, és arra is, hogy a települések zöme itt áll mellettünk, és jelzi ezzel a jelenléttel, hogy mellettünk van, egyetért a munkánkkal, egyetért az elképzeléseinkkel. Az lenne jó, lenne tízszer ennyi pénzünk, akkor még többen lennénk, mert akkor még több településnek tudnánk segíteni, még több településen tudnánk programokat végrehajtani. Ez arról szól, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy megismerjem Kapospula polgármesterét, hogy megismerjem Medina település szerkezetét, a medinai embereket. Tehát az, hogy emberi kapcsolatokat létesítsünk, mert ha az emberi kapcsolataink jók, akkor mindent könnyebb elintézni, minden flottabbul megy, minden gyorsabban megy, és a projekteknél erről van szó, hogyha van pénzünk, minél hamarabb csináljuk meg, minél jobb minőségben, és akkor az emberek boldogabbak lesznek ezeken a hátrányos és nehéz helyzetben lévő településeken. Van igény arra, hogy megyei szinten összefogjunk, összezárjunk és építsük a kapcsolatokat. Mindenképpen a megyei rendezvények arra nagyon jók, hogy a megye 109 települését összekovácsoljuk. És ez a célunk, ez a ciklus tervünk is, hogy ebben a ciklusban még inkább ráerősítsünk arra, hogy a 109 település egységét minél inkább megerősítsük. Az egyes településekben ki szeretnénk azt a gondolatot is építeni, hogy nem csak mondjuk paksiak vagyunk, hanem egyben Tolna megyeiek is. És ezt egy plakettel is fogjuk szolgálni. Minden településre kiviszünk a polgármesterek irodájába egy olyan plakettet, ahol rajta van a településnek a neve, az adott település mindig kiemelve, de ott van a háttérben a többi 108 település is, és ezt az érzést szeretnénk mindenképpen megyei szempontból erősíteni, hogy mi 109 település összetartozunk. A Tolna megyei közös gondolkodás mellett nagyon fontos, hogy a települések értsék és segítsék a megyei önkormányzat elképzeléseit annak érdekében, hogy a célok az ő életükben is javulást hozzanak, mondta Fehérvári Tamás. Azt kell kommunikálni, hogy jó úton járunk. Egyrészt elköltöttük azt a 27, valahány tized milliárdot, amit első körben a kormányzat erre a programra deklarált, adott. Most már túl vagyunk a 30 milliárdon, ami azt jelenti, hogy sikerült még kiharcolnunk közel 3 milliárd forintot, és készül a TOP 2, ami azt gondolom, hogy a településeknek is, az itt élő embereknek is pozitív jövőképet tud felmutatni. Ezért kell dolgoznunk, hogy meglegyen a szakmai háttér, legyenek projektek, legyenek tervek, legyenek számítások, legyenek elképzelések. A megyének a TOP 2-re is megvannak az elképzelései, mondta az elnök. Már TOP 3-ra is lenne, nyilván mindegyik a maga időpillanatának megfelelő szinten áll. Én azt gondolom, hogy TOP 2-t simán el tudnánk ismételten költeni, többszörösét a 30 milliárd forintnak, de egyelőre érjünk oda, hogy azt mondja az Európai Unió, vagy azt mondja a kormány, vagy ketten együtt, hogy tessék, a megyék becsülettel megcsinálták a feladatukat, ezért bevesszük őket a következő körbe, és hajrá, csináljunk, itt van ismételten egy szabad szemmel jól látható összeg, és akkor el lehet költeni. Azt jó látni, hogy ahol már történt valami, ők példával tudnak szolgálni, és most oda szeretnénk figyelni még inkább azokra a kisebbekre, akik netán úgy érezték, hogy a méret, település mérete miatt, vagy az elszigeteltség, zsáktelepülési jelleg miatt talán nem úgy tudtak fejlődni, ahogy szerették volna, de szeretnénk mindenképpen segíteni azt, hogy mindenki úgy érezze, hogy ebben a megyében egyenlő képpen van kezelve, és az érdekeit figyelembe vesszük, és segítjük, hogy mindenki tényleg a boldogulását érezze. Az alapvető célunk egy hármas ilyen
célegyüttes, azt szeretnénk, hogy élhető legyen a megye, hogy a kis települések meg tudják fogni az elvándorlást, és ott már otthon maradjanak az emberek, és itthon tudjunk lenni Dolna megyében. Ez egy nagyon fontos dolog, mert akkor nem fognak elnéptelenedni a településeink. Ha jól érzi magát minden kis településen élő ember, akkor haza fog jönni, itt fogja nevelni a gyermekeit, az unokáit, és akkor van jövő.